A háború kitörését követően több százezer ember érkezett Kárpátaljára. A menekült hullám a nagyberegi kistérség településeit is elérte. A testvértelepülések azonnali felajánlásainak köszönhetően mindent megkapnak, amire szükségük van. A kárpátaljai magyarok együttes erővel igyekeznek mindent megadni számukra. Próbáljuk azóta lehetőségeket biztosítani a belső áttelepült embereknek, akik háborús övezetekből jöttek, hogy komfortosan érezzék magukat itt nálunk, és majd eljön az az idő, mert nagyon reméljük, hogy minél hamarabb, hogy visszamennek, és akkor tiszta szívvel és pozitív szavakkal tudják továbbadni azt, hogy ők voltak a beregi kistérségben, és a lehetőségek minden meg voltak adva, és jó érezték magukat a mi kistérségünkbe. Mai napra 64 ember van a mi ellátásunkon, ez napi háromszori étkeztetés, meg vannak a magánszektorban is. Ez plusz-minusz így a kistérségen belül ilyen 250 ember a mai napra. A kistérség vezetősége azt szerette volna, hogy egy helyen összpontosuljanak a humanitárius segélyek, ezért a háború elől menekülni kényszerülő embereket a nagyberegi középiskolában szállásolták el. Az intézmény 2018-ban kapta meg a bázisiskola státuszt a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány Magyar Bázisiskola programja keretében, ebből kifolyólag a felújításokat követően minden körülmény adott volt a menekültek fogadására. Jelen pillanat 64-en vannak itten, akik áttelepültek, ebből van 24 hölgy, 34 gyerek és 6 felnőtt. Ez különböző régiókból, Mariupol, Bucsa, Lugánszk, Kramatorszk, szóval nem pont egy vidékről. Ezek már vannak, akik március 4-től itt vannak, majdnem állandó lakosok, vannak, akik később érkeztek, és van, akik sokan visszamentek, mert volt olyan időszakunk, hogy több mint másfél, ami 137 embert láttunk el, napi 3 étkezésbe. Reggeli, ebéd és vacsora. Az ellátásokat az ilyen segélyekből tudtuk megoldani, a polgármester úr, társközségek Magyarországról, testvérközségek, barátok, ismerősök. Más kistérségekhez hasonlóan Nagyberegre is folyamatosan érkeznek a humanitárius segélyek, ami komoly támogatást jelent, hiszen önerőből lehetetlen volna minden menekült számára biztosítani az étkeztetést és az alapvető higiéniai cikkeket. Tegnap az igazgatótól kaptam egy nagyon hivatalos és egy gyors levelet, hogy különböző gondjék és problémáik vannak, és hálát adva Jóistennek, az Úr csodása működve, a tegnap este meg is érkeztek a kedves testvéreim, Magyarországról, a Magyarországi Lions Club elnökségé, azzal a kérdés, hogy miben tudnának segíteni itt újra. Eddig is sokat segítettek, és most úgy gondolták, hogy megint fölveszik a kérelmet, és rögtön ide is jöttünk, egy kevés kis adománnyal már meg is érkeztünk, amit sikerült a tegnap megoldani, és már rögtön helyszínenleg is megoldottuk, és átadtuk, elhoztuk ide az iskolába. A Lions Clubtól érkező segélyszállítmányok állandóak, ezért ez nem az első, de a tervek szerint nem is az utolsó támogatás, amit továbbítanak a rászorulóknak. Mi a Lions Clubon keresztül azt szeretnénk, hogy itt ezen az oldalon legyen egy olyan ellátás azoknak a rászorultaknak, akik nem adják fel alapvetően azoknak a magyar testvéreinknek, akik itt is segítenek, vagy itt segítenek, vagy itt élnek, és az ő életükben ez egy nagyon-nagyon nagy változás, nyilván nem csak azoknak, akik ide érkeznek és elmenekültek azokból a házakból, azokból az otthonokból, amelyeket a háború tönkretett, hanem ez megváltoztatta mindannyiunk életét. És mi azt szeretnénk a következő időszakban is, ugye, mint az elmúlt időszakban is már ezt, ahogy megtettük, hogy erre a támogatási pontra, vagy ide a Kárpátaljára próbáljuk meg eljutatni azokat a forrásokat, amelyekkel könnyebb lehet az élet. A nagyberegi középiskolán kívül sok menekült a magánszektorokban, családoknál talált menedéket. A kistérség vezetősége róluk is folyamatosan gondoskodni kívánt, így született meg az ötlet, hogy a nagyberegi református líceumban ingyen konyhát indítanak számukra. A háború szinte első napjaitól kezdve elindult itt az ingyen konyha, az önkormányzattal egyeztetve arra a következtetésre jutottunk, hogy sokkal jobban tudunk úgy segíteni, hogyha azoknak, akiknek tényleg szükségük van rá,
meg is kapják úgymond elfogyasztható állapotban az étkeztetést, nem csak egy segény csomagot kapnak mondjuk egy hónapban egyszer, és ezért inkább ezt indítottuk el. Hát volt olyan, amikor majdnem 100-an jöttek ide napi szinten, mostanra körülbelül 45-50 fő között szokott történni az étkezés. Aki szeretné itt elfogyasztani, az megteheti, vagy akkor, ha nem, akkor elviheti, ehhez biztosítunk ételest, vagy a saját edényeiket hozzák, és így igyekszünk segíteni. Az önkéntes adományoknak, a különböző szervezetek és a külföldi támogatók által biztosított forrásoknak köszönhetően a kistérségek gondtalanul el tudják látni a menekülteket addig, ameddig ez szükséges.